Hosszú várakozás után átadták az M4-es autót újabb szakaszát. Ezzel megnyílt a gyors közlekedés lehetősége Abony és Budapest között. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő is az autóút gazdasági jelentőségét tartotta nagyon fontosnak az utazási idő megrövidülése mellett. Ez a beruházás egy olyan teljesítmény, amelynek köszönhetően például Karcagról egy teljes órával hamarabb lehet felérni Budapestre, és Budapestről is nyilván ennyivel rövidül az utazási idő, biztonságosabban, gyorsabban lehet közlekedni. És biztonságosabban, hatékonyabban lehet fejleszteni is. Beruházásokat telepíteni, munkahelyeket létrehozni az elkövetkező időszakban azokon a területeken is, amelyek ugyan az ország közepén vannak, hogyha a térképet nézzük, de mégis egyfajta belső perifériává váltak eddig, amelyeket a komoly fejlesztési beruházások, útépítési beruházások elkerültek. Ezért is nagyon jelentős az, hogy a kormány döntésének megfelelően elkészült ez a szakasz, kiváló minőségben várja a forgalmat, és biztató az is, hogy látjuk az építkezést a további területeken is. Szalai Ferenc Szolnok választott első embere a megyék közös gondolkodásáról szólt, arról, hogy az érintett települések vezetőivel egyetértve sikerült végre Szolnok megyét is közelebb hozni a fővároshoz, de az újabb vállalkozások letelepítéséhez is nagy lépést tehetnek. Ez egy valóban nagyon komoly közös gondolkodás eredménye, hogy itt állhatunk. Ha Pest megye nem áll a sarkára, nem lobbizik, nem harcol, akkor Jászlachon-Szolnok megyéig nem ér el az út. És nem ér el Szolnokra, ahhoz a megyeiugú városhoz, amely az országban majdhogy nem egyedülálló módon nem kapta még meg az autóút, a négysávos út lehetőségét. Persze lehet mondani, hogy a kétsávos út is megvolt eddig, ezen az úton keresztül is tudtunk közlekedni, fejlődött a térség, de összehasonlíthatatlan fejlődés várható a térségben, ahhoz képest, ami most van. És ennek a fejlődésnek ez a közlekedési infrastruktúra az alapja. Sokat szor beszélünk Szolnokon, Szolnok megyében arról, hogy tényleg nagy boldogság ez az út. De készülni kell arra, hogy mi minden érkezik Szolnokra, a térségbe és a megyébe egy ilyen közlekedési infrastruktúra fejlesztéssel. És ez nem csak közlekedési kérdés, és még csak nem is csak biztonsági kérdés, hanem a gazdaság erejének jelentős növekedése. És ehhez kell biztosítani különféle ipari területeket, kell biztosítani munkaerőt, kell biztosítani a fogadókészséget, hogy tudunk élni majd ezzel a lehetőséggel. Szolnok és térsége országgyűlési képviselőasszonya Kálai Mária a megyeszékhely fölkészültségét emelte ki, aminek most nőtt meg a jelentősége az iparfejlesztésben. Szolnok felkészülten várja az ebből következő gazdasági fejlődés lehetőségét. Tudjuk jól, hogy felértékelődtek az elmúlt időszakban is az ipari területek. Tudjuk jól, hogy Szolnok komoly ipari parkfejlesztésben van folyamatában, illetve dolgozunk rajta. Tudjuk jól azt, hogy a város életében, ez életminőségben, gazdaságfejlesztésben mit jelent. Azt is látni kell, hogy ezzel az útfejlesztéssel Szolnok lesz az egyetlen olyan megyeszékhely, amely gyakorlatilag az M4-esen és magán az 5-ös úton is a legközelebb kerül Budapesthez. A 4-es kétsávos úton pedig 45 percre kerül a repülőtér, nem sokkal később Budapest. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen meghatározó lesz a befektetők számára. De a befektetőkön túl nagyon fontos az, hogy a lakosok eddig hogyan utaztak Budapestre, és néhány pillanat múlva hogyan tehetik meg ezt az utat. Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek nagy élmény lesz az, hogy ennyi türelem, ennyi várakozás és ennyi remény után megvalósult a beruházás. Mosóczi László államtitkár feladatai közé tartozik az állami közlekedés fejlesztése. Leszögezte, az útépítés nem áll meg, ehhez megfelelő pénzt rendelt az állam. És Szolnok számára, illetve Jászlachon megye számára fontos az is, hogy az M4-es folytatódjon. Jelen pillanatban már a Törökszent Miklós Püspökladány Berettyóújfalu szakasznak a tervezése zajlik, a Berettyóújfalutól az országhatárig terjedő szakasznak pedig idén lesz az átadása. Nagyon fontos beruházás előkészítéséről is döntött még tavaly a magyar kormány, ami Szolnok városát érinti, hiszen Szolnokot átszeli a Tisza folyó, és jelen kevés átkelési lehetőség van rajta, ezért a Csákja úti híd és a kapcsolódó úthálózat létesítéséről, korszerűsítéséről döntött a kormány. Ez a munka jelenleg az előkészítés, tanulmányterv, környezetvédelmi hatástanulmány fázisában van, ezt követik majd az engedélyes tervek, kiviteli tervek, illetve későbbiekben majd a kivitelezés.